Sziasztok, Zsuzsák Balázs vagyok, és nézzétek az NSO TV-t. A 8-1-es holland eredményt, vagy a tegnapi mérkőzésnek a színvonalát, de talán ide sorolhatom a bukaresti meccset, azt nem nagyon tudjuk magyarázni. Tehát ilyen szempontból nem szeretnénk védeni a mundér becsületét. Az, hogy milyen hibák történtek ezeken a meccseken, ezt majd a október 29-i elnökségi ülésen fogjuk részletesen kiértékelni. Én megkértem a szakmai bizottságot, a szakmai igazgatóurat, a NB1-es bizottság szakembereit, hogy adjanak egy képet a helyzetről. Amit így első látásra tudunk mondani, hogy a válogatottnak határozottan volt a múlthoz képest egy felívelő szakasza, amikor Egervári Sándor kapitány lett, és sajnos ez a szakasz lekonyult a végére. Lehet persze majd felelősöket keresni, meg találni, de azt gondolom, hogy túl a kapitány által esetleg elkövetett hibákon kívül, akár az összeállítást, akár a taktikát érintően, egy dolgot azért mindenképpen figyelembe kell venni, és mindenképpen elemezni kell, az, hogy 2010-11-hez képest kevesebb olyan játékosból tudott meríteni a kapitány, aki európai topligában játszott. Emlékezzünk rá, hogy akkor Geranév az angol első osztályban játszott, Hajnal német első osztályban játszott, Pintér spanyol első osztályban játszott, Juhász Roland Anderlechtben játszott, akkor Rudolf Olaszországban játszott, és például Kolman Vladimir Szandorjában. Tehát, hogy miért alakult úgy, hogy ma gyakorlatilag egy játékos van, aki topligában játszik rendszeresen, a Szalai Ádám, ezt nem tudom én személy szerint megmondani, ezt kutatni kell, és hát kétségtelen, hogy ezek helyére pedig nem épültek be, akár Magyarországon játszó olyan képességű játékosok, akik ezeket pótolni tudták volna. Szeretném emlékeztetni a önöket, és ez nem egyfajta védekezés, hogy amikor az elnökséget, az új elnökség átvette a munkát, akkor mi eleve 2016-ot ígértük, hogy biztosan kijutunk. Sanyi Eger várja 2014-et, és egy percig se tagadom, hogy én magam is egyébként az elmúlt időszakban hittem benne, hogy esetleg kijuthatunk. És hát valljuk be őszintén, hogy talán a román-magyarig még erre volt is bizodalmunk, és hát elég szerencsétlen volt a románok ellen itthon kapott utolsó gól is. Tehát én nem azt mondom, hogy az volt a realitás a csoportmeccsek kezdetén, de azt sem mondhatom, hogy esélytelenül vágtunk neki, főleg az első meccsek után ennek a csoportkörnek. Hát nagyon sajnálom, hogy így történt, mert a magyar labdarúgás kirakata mégiscsak a magyar labdarúgó válogatott, és joggal vagy jog nélkül, okkal vagy jog nélkül a fejlődést nagyon sokan ezen mérik le. Na most én itt szeretném azért többet beszélni az MLS más jellegű munkáiról is, mint csak a válogatott, hogy nem szeretném, ha az a vélekedés uralkodna el, hogy az MLS-ben végzett munka, annak eredményei azok valamifajta korrelációt mutatnak a válogatott eredményével, vagy sikertelenségével. A válogatotton kívül számtalan tevékenységet végzünk, és azt mondom, hogy számtalan tevékenységen belül tudunk sikereket felmutatni. Külön fogunk beszélni majd Szalai úr az edzőképzés helyzetéről, a Nyilasi úr a utánpótlás helyzetéről, tehát erre én nem igazán szeretnék kitérni, csak néhány szóba, és akkor a részletesen majd ők beszélnek
róla kezdeném az edzőképzés helyzetével. Már amikor ide jöttünk, akkor is azt tapasztaltuk, és jelenleg is meggyőződésünk, hogy a magyar labdarúgás legnagyobb problémája a jól képzett edzőknek a hiánya. És ezen belül is leginkább a fiatalokkal foglalkozó jól képzett edzők hiánya az, ami nélkül nem lehet előrelépni. Amikor átvettük az MLS irányítását, akkor katasztrofális állapotokat találtunk az edzőképzés terén. Gyakorlatilag fennállt annak a veszélye, hogy az UEFA visszaveszi az edzőképzési jogosítványainkat. Sokszorosát bocsájtottuk ki a megengedett prólicenszeknek, csak azért, mert pénzt lehetett vele keresni, hiszen elég magas a részvételi díj, miközben az utánpótlás edzők nevelése, képzése, mondhatom, hogy nem az elmúlt néhány év, mióta Magyarországon edzőképzés étetik, szinte a háttérbe szorul. Amikor a Mezei úr elvállalt, akkor ugye határozott időre beszéltük meg a foglalkoztatását, és azért kértük fel Szalai urat az edzőképzés vezetésére, mert igenis az utánpótlás edzőképzés színvonalát kívánjuk fejleszteni. Szeretném elmondani, és a többi részletet nem veszem el ő anyagából, hogy kidolgozásra került az UEFA-val együtt egy MLS C-diploma, amely nélkül gyerekekkel nem lehet foglalkozni. Ez elsősorban az alsó utánpótlás műhelyekben dolgozók számára, és most a napokban, tegnap előtt fogadta el az UEFA, hogy az UEFA elit A-licencet is kiadhatunk az utánpótlás kategóriába. Öten pályáztunk egyedül, öt szövetség egyedül, ami minket fogadta el. Ez a oktatási forma pedig a nagyobb, elitebb utánpótlás műhelyekben dolgozók számára készül. Most ez nem csak azt jelenti, hogy most valaki ilyen diplomát szerezhet, és akkor vagy használja, vagy nem használja, de egy idő után a teljes utánpótlás finanszírozási rendszere rá fog állni arra, mint ahogy már most is részben érvényesítjük, hogy csak olyan utánpótlás műhelyek kaphatnak jelentősebb összegeket, ahol kiválóan képzett edzők foglalkoznak a gyerekekkel. Ide tartozik, hogy egy külső szereplővel, egy belga céggel, a Double Pass-szal mérjük fel a magyar utánpótlás helyzetét, beleértve ezzel kapcsolatban a szövetségben végzett munkát, az akadémiáknál végzett munkát, és ezek értékelése, amely hozzáteszem, ezen cég értékelése alapján kapják a támogatásokat Hollandiába, Angliába és Németországba a klubok, állami forrásból. Tehát arra szeretnénk ráállni, hogy csak olyan utánpótlási műhelyek kapjanak támogatást, ahol kiváló szakmai munka folyik, és ez a felmérés az évről évre meg fog ismétlődni. És az utánpótlásról még annyit jegyeznék meg, ami a jövő hónapoknak egy óriási vitája lesz, hogy ahogy említettem, nem sikerült a külföldön topligából kikopott játékosok helyére fiatal, tehetséges magyar vagy Magyarországon játszó játékosokkal helyettesíteni ezeket. Na most nagyon sok esetben látjuk, hogy olyan klubok kapnak jelentős utánpótlási támogatást most már éveken keresztül, ahol néha összesen egy vagy kettő magyar játékos lép pályára egyébként. Na most amikor ezeket én szóvá teszem, akkor általában azt a kritikát kapom, hogy hát az a klub dolga, ki játszik, meg az edző dolga, mi játékosok, azt csinálunk vele, amit akarunk. Én meg azt mondom, hogy ha az a játék, annak a játékosnak a nevelése az állami pénzből, ami MLS-en keresztül ment, hogy MLS által biztosított forrásokból történt, akkor nem csak az ő
nem csak az ő játékosa, akkor a mi játékosunk is, és nem hagyhatjuk tétlenül, hogy elveszten a magyar labdarúgás számára egy-egy játékos. Ez olyan, mint ha valaki Európai Uniós támogatást kap egy beruházáshoz, az Európai Uniónak vannak követelményei, mit kell megvalósítani, eddig kell üzemeltetni, hány embert kell alkalmazni. Tehát én szeretném elérni, hogy ahol nem nevelődnek ki a jelentős finanszírozás ellenére utánpótlás, olyan utánpótlás játékosok, akik bekerülnek az első csapatba, bekerülnek utánpótlás válogatottak, vagy így tovább, azok ne kapjanak támogatást. Egy, kettő, minimum az utánpótlás kerettagok, válogatott kerettagok, ha egy bizonyos időt nem tudnak a pályán tölteni ezeknél a csapatoknál, akkor legyenek szabadon igazolható. Szóval nem igaz az, hogy állami pénzen, a mi pénzünkkel közösen képezzük a játékosokat, és utána pedig saját játékosának tekinti, és adott esetben herdálja el a tehetségét. És hát nagyon sajnálatos egyébként, ez valószínűleg egy tipikus magyar mentalitás, hogy hát arról meg, hogy mondjuk, nem is akarok klubnevet mondani, egyik klub a másiknak kölcsön adjon, bizonyos klubok vonatkozásába teljesen ki van zárva. Akkor is, ha egyébként a tehetséges játékosa nem tud csak liga meccsen esetleg játékhoz jutni, de nem akarja erősíteni a másikat. Tehát ebbe az ügybe rendet kell tenni, nem mehet az, hogy gyakorlatilag ilyen szempontból nincs sok hazai felnőtt játékos, vagy jó néhány felnőtt játékos a csapatban, jó néhány év utánpótlás támogatás után ez nem elfogadható. Na most ugye kaptunk kritikákat, természetesen hozzáteszem, hogy összes kritika számunkra ilyen levezetésnek tűnt ahhoz képest, mint amit a devizahitelesek kapcsán kaptam, meg amilyen éleseket kaptam, vagy tüntetés, sátorozás, de megmondom önöknek, hogy egy nagyon kellemes közeg, tehát nyugodtan mondjanak bármit, de a értékenységi szintem az itt ötszöröse a korábbi találkozókhoz képest, tehát nagyon szívesen vesztjük az építőt is, meg a nem építőt is most már elfogadjuk, úgyhogy Amit szeretnék mondani és egyértelműen tisztázni, hogy én azt gondolom, hogy nem csak hogy szövetség, de akár vállalat szinten mondhatom, vagy bármelyik kormányzati intézmény szintén mondhatom, nincs olyan transzparens, átlátható, korrupciót elkerülő szervezet, mint a Magyar Labdarúgó Szövetség. Itt minden pénzzel, minden forinttal, ami ide bejön, el tudunk számolni. Megfelelő elvek mentén kerül szétosztásra, minden döntésünk a honlapunkon nyilvános, megtalálható. Nem mondom, hogy nem születnek adott esetben téves döntések, de úgy gondolom, hogy amit lehetett megtenni annak érdekében, hogy mi azok dolgát is megnehezítsük esetleg, akik a megkapott pénz egy részét szeretnék ellopni, még azt is megtettük. Egyébként pedig az ellenőrzés a ugye Enesinek a dolga, de épp tegnap írtam egy levelet a Simicsko úrnak, hogy amennyiben szükséges az ellenőrzés, segítség, akkor minden segítséget megadunk. Szeretném emlékeztetni önöket, hogy az Ernst & Young a Magyar Labdarúgó Szövetség könyvvizsgálója, nem az a fajta nemzetközi cég, amelyek meg lehet vesztegetni, vagy rábeszélni, hogy hát ne vegyen már észre valamit, és hát nincs is olyan, amit ne vehetne észre. Tehát minden olyan vádat, hogy itt elherdáljuk, nem megfelelően gazdálkodunk, sorolhatnám, ezt én visszautasítok. Az összes fejlesztés, még ami MLS szervezésben folyik ott a szállítók, a kivitelezőknek a neve nyilvános, tendereztetjük őket, és jelentős árkedvezményeket értünk el, külön szerezzük be a fűmagot, vagy a műfüvet, ha arról van szó, és különböző elemeit a beruházásoknak, és próbáljuk a leghatékonyabb lehetőséget
biztosítani. Egyébként azt a pénzt, amit az MLS használ fel a TAO-ból, az összesen 11,3 milliárd volt. Ez melyik év, Marci? Az utolsó évünk, 13-14-ben. Ebből 3 milliárdot használtunk fel a 11,3-ból. Azt hiszem, hogy önök elég sok anyagot kaptak, vagy kapnak majd, amiben nagyon sok adat lesz, amiket most elmondok, tehát könnyű lesz majd belőle dolgozni, de azért néhány számot elmondok. Tehát a 11,3 milliárdból 3 milliárdot fordítottunk az amatőr csapatoknak a díjcsökkentésére, a Bocsik programra 2,5 milliárdot, az MLS létesítmény fejlesztésére, ahol klubokkal, iskolákkal, önkormányzatokkal közösen építünk pályákat, 4,8 milliárdot, és egyéb MLS, egyéb grassroots sportegészségügy, edzőképzés, játékvezetés tekintetében pedig 1 milliárdot költöttünk el. Egyébként, ha az összes TAO-t nézzük, tehát nem csak az MLS által koordináltan elköltött TAO-t, hanem az összes labdarúgásba 2013-14-ben elköltött TAO, az 33 milliárd forint. Ennek az 51%-a az infrastruktúra fejlesztésre ment el, 35%-a utánpótlás nevelés támogatására, itt 9% az amatőr díjcsökkentés, és 5% az egyéb grassroots és képzések is így tovább. Na most, amit mi vállaltunk, hogy javítjuk az infrastruktúrát, a 10 éves stratégiai tervünkben, amivel kapcsolatban meghallgattunk mindenkit, és nem érkeztek javaslatok, amit beépítettünk, de olyan, ami miatt jelentősen változtatni kellett volna, nem? Tehát amit mi vállaltunk, hogy javítjuk az infrastruktúrát, tömegesítünk, ezt azt gondolom, hogy megtettük, megnézhetjük a tömegesítés terén elért eredményeket. 2009 és 2010 között összesen 7300 csapat versenyzett a Magyar Labdarúgó Szövetség versenyrendszerébe, beleértve a megyei versenyeket is, most 9700. Tehát több mint 2400-dal nőtt a csapatoknak a száma, és akkor nem beszélek az ilyen középiskolás és egyetemi bajnokságról. A pályák építésénél a szövetségi programok keretében 194 vadonatúj műfüves focipálya létesült, és hát jelentősen javult 403 településen, ez ilyen öltözők, egyéb ilyen sporttelepfelújítási program keretében a beruházás. A kluboknál egyedi programjaiban ez az MLS csak a jóváhagyást adta, ott pedig 131 labdarúgó pályát építettek föl. Elmondtam már, hogy próbáljuk legalacsonyabbra szorítani a megvalósítási költségeket, központi tendereztetést alkalmazunk, a TAO pénzek szétosztásánál előre ismert értékelési elveket próbáltunk alkalmazni. Az első TAO pénznél gyerek per összeget határoztunk meg, a másodiknál már volt időnk foglalkozni vele, hogy az első TAO az nagyon gyorsan érkezett és ki kellett osztani. Ott már figyelembe vettük a gyerek korát, a bennlakásos, nem bennlakásos, milyen edzők foglalkoznak vele, így tovább. És ennek a folyamatos finomításnak a része többek között, ahogy említettem, ennek a belga cégnek a szakmai értékelése is. El fogunk oda jutni, ahol nem megfelelő szakmai munka folyik az utánpótlás területén, nem fognak pénzt kapni, mindegy, hogy miről és kiről van szó. Hát ami a nagy probléma, hogy sajnos, és lehet, hogy rosszul látjuk, de túl sokan mondják, tehát lehet benne igazság, sajnos
ahogy említettem, az utánpótlásból kijövő fiatal gyerekek, azok nem jutnak elég játék lehetőséghez. Próbáltunk tenni ennek javítása érdekében. Nem tudom, mennyire kísérték figyelemmel a döntéseket. Ugye a mostani bajnoki szezontól a 25-ös keretből 8-nak kell lenni haza Magyarországon felnőtt játékosnak, ami azt jelenti, hogy 22 és 17 éves kor között 3 évet Magyarországon kellett, hogy játszon. Ugye nem lehet külföldi magyar megkülönböztetést tenni az EU miatt. Jövő évtől lesz 12 a 25-ös keretből, ami kötelező, és a rákövetkező évben pedig 13. Tehát el fogunk oda jutni, hogy a 25-ös keretből 13 hazai nevelési játékos kell, hogy legyen. Ez volt az egyik intézkedés. Az NB2-be nem kaphat tévépénzt az a csapat, pedig ebből élnek döntően, ahol játszik nem hazai nevelésű játékos. Az NB3-ba pedig csak az egyszerűsített TAO-ba 3 millió forinttal vehet részt, az az NB3-as csapat, ahol nem hazai nevelésű játékos játszik. Azt gondolom, hogy ez egy kicsit segít. A tévépénzek 15%-át az alapján osztjuk el az NB1-ben, hogy U23 alatti játékos mennyi időt töltött pályán. Be is jelentettük, hogy ezt jövőre U21-re visszük le. Na most azért ennek van jelentősége, mert van olyan csapat az eddigi mérkőzések alapján, aki 6 milliót kapna, és van olyan, aki 70 milliót kapna ilyen alapon ebből a tévépénzből. Tehát azt gondolom, hogy ez is segíti a fiatalok beépítését a csapatokba. Nagyon sajnálatosnak tartom, hogy nem egyöntetű sem a klubok hozzáállása, sem a sajtó, hát a szurkolóknál meg természetes. A stadionokban a biztonság a rend megteremtésével kapcsolatos törekvésünkhöz. Azt szeretném mondani, és az kiosztott anyagban szerepel, semmi többet nem akarunk elvárni a magyar szurkolóktól, nem akarunk többet megteremteni, mint ami a FIFA és az UEFA előírás. Tudomásul kell venni, hogy regisztrálni kell, tudomásul kell venni, hogy pályára nem lehet berohanni, és így tovább. És nagyon nem tetszik nekem az, hogy kétfenekű beszédet folytatnak ebben az ügyben a klubok, mert például nézzük az utolsó Fradi-Újpest meccset, ugye, ahol szétválasztották, hogy nem szabad beszaladni a pályára meccs közben, meccs után meg beszabad menni, és akkor jogsegélyt nyújtunk a szurkolóknak, ez ilyen nagyon jól hangzik, de egyébként a szabályozás azt mondja, a meccs addig tart, amíg az utolsó néző el nem hagyta a mérkőzést. Ezzel együtt a nemzetközi szabályozás is megengedi, hogy lehessen pályán ünnepelni a győzelmet. De az előre meg kell állapodni a két klubnak, ennek megfelelően kell a biztonsági szabályzatot arra a meccsre elkészíteni, ami elmondja, levisztük a játékvezetőt a pályáról, levisztük az ellenfél játékosait, elkülönítjük az ellenfél szurkolóit, és rögzíti, hogy hol jönnek be a pályára. És akkor lehet önfeledten ünnepelni. Ezen a konkrét meccsen az Újpest és a Ferencváros vezetői aláírták, hogy nem lesz ünneplés. No már most, ha nem lesz ünneplés, akkor utána ne tessék úgy csinálni, mintha szabad lenne ünnepelni. Tehát ebben kíméletlenek vagyunk, nem engedünk egy lépéssel, nem a szurkolók ellen, épp a szurkolókért csináljuk, és még egyszer mondom, nem basáskodunk a szurkolók fölött, hanem próbáljuk a nemzetközi szabályokat betartatni és a nemzetközi standardet elérni. Szeretném már összes kerítést előbb-utóbb lebontatni, és elmegyünk odáig engedménybe, ameddig a nemzetközi szabályok ezt megengedik, és mindaddig, amíg ezzel a szurkolók nem élnek vissza. Mi nem vagyunk, ez egy téves megállapítás, sajnos, mint annak idején az Újpestnek az akciója,
próbálja a Magyar Labdarúgó Szövetséget és a klubokat, illetve a klub szurkolóit egymással szembeállítani. Hát nekünk is az a fontos, hogy sokan legyenek a stadionban, nekünk is az a fontos, hogy jó hangulat legyen. Személy szerint nem ismerjük ezeket az embereket, nincs semmi személyes problémánk velük. Egyszerűen vannak szabályok, mint az élet minden területén, amit be kell tartani, és ha nem tartjuk be, annak az lehet a vége, hogy a magyar klubcsapatok, a magyar válogatott nem tud nemzetközi versenysorozatban részt venni. Itt volt a Platini úr, ezt külön szóba hoztam vele, de talán ne is mondta a sajtótájékoztatón. Nagyon egyértelmű és kíméletlen az UEFA és a FIFA álláspontja ebbe az ügyben. Nem tudunk más tenni, mint megfelelni nekik, de semmi plusz terhet nem kívánunk a labdarúgó szorkolók nyakába tenni. Zárójelbe jegyzem meg, hogy a stadionbiztonsági projekttel jól állunk. 5 klubban most már teljesen kiépült a kamerarendszer is, és a beléptető rendszer is, és a új kamerarendszernek köszönhetően 20%-ról mondhatom, hogy 100%-ra nőtt a felismerhetőség a felvételeken. Ez hamarosan még 8 stadionban megvalósul. A jövő év március 31-ig. Ugyanilyen rendszerek működnek szerte a világon, úgyhogy gondolom, hogy szerintem leszünk. Na most azért szeretnék, ahogy mondtam, nagyon szívesen veszem a kritikát, meg nagyon jól, de azért szeretnék reagálni egy-két kritikára. Az egyik ennek a Twitter huszárnak a megjegyzése, ugye, mint magánember különösebben nem érdekelne, de mégiscsak Európa parlamenti képviselő, szóval ugye olyan mélyen még nem tartunk, hogy a megjegyzéseit kommentáljam, de a tanácsot azért tudnék adni.